Az 1989-es román forradalom 30. évfordulójáról emlékeztek meg Bukarestben Klaus Iohannis államfő, Ludovik Orbán miniszterelnök és a kormány több tagja részvételével. A megemlékezést a Román Kommunista Párt egykori székháza, a mai belügyminisztérium előtt rendezték, a résztvevők mécseseket gyújtottak a forradalom emlékművénél. Kétféleképp látom Romániát, pozitívan és kevésbé pozitívan, van fejlődés, de van, amiben stagnálunk, ami sajnálatos, mondta egy résztvevő. A felvonulást civil szervezetek rendezték a forradalom több mint 1000 áldozatának emlékére, illetve az őket gyászoló családok mellett. Szolidaritás kifejezéseként. Az áldozatok halálát okozó bűnösök felelősségre vonását, az igazság kiderítését egyre többen követelik, és hétfői parlamenti beszédében emellett foglalt állást Iohannis elnök is. 1989. december 22-én menekült el Nicolae Ceausescu diktátor a pártszékházból néhány nappal azelőtt, hogy kivégezték.